Örömmel köszöntöm mikrofonom végén a Miss Rally Team csapatvezetőjét és jelenlegi két versenyzőjét, akik a mai napot abszolválták. Elsősorban a csapatvezetőt kérdezném, hogy ez a havas jeges pálya, amin most versenyeztetek, mennyivel másabb kihívást jelent egy versenyző számára? Végülis tavaly novemberben állt össze a csapat, azóta mentünk három versenyt. Az első versenyen megkóstoltuk, milyen az, hogy a rallyn elinduljunk. A második versenyen a dobogó már a miénk volt, és a harmadik versenyen már az első három helyen osztoztak a lányok. És most elkövetkezett ez a havas jeges, életükben először mentek versenyautóval ilyenen. Én úgy gondolom, hogy tanultunk nagyon sokat. Az eredmények nem rosszak, tehát mindenki a közúton hasznosítani fogja azt, amit most megtanultunk. Amúgy pedig hát cél a rally túra, vagy a rally másodosztály, tehát mindenképpen az alapokat mi még annó a régi szép időkben, mivel 29 éve megyek, mi följártunk a Bükkbe, meg Lepencére, meg mindenfelé ilyen kocsikázni. Hát ez egyre nehezebb most már, viszont itt nagyon jó biztonságos körülmények közt tudunk tanulni. A hölgyeket kérdezném, hogy mennyivel másabb ez a pálya. Szárazon már sokat versenyeztetek itt, mennyivel másabb a mostani viszonyokkal? Hát lényegesen óvatosabban kellett bánnunk a gázpedállal, most igazából a kevés néha több volt, és hát itt nagyon-nagyon hasznos tanácsokat kaptunk a Pistitől, mert én néha sokkal gyorsabban mentem volna abba a kanyarba bele, és hát bizony az kicsúszásra járt volna, de azt hiszem, hogy nagyon sokat tanultam. Egészen máshogy kell menni, mint száraz úton. Fanni, te már rengeteg kört tettél meg ezen a pályán, de nem hiszem, hogy ilyen viszonyok között lett volna szerencséd versenyezni. Mesélj picit! Hát én sem mentem még soha a havas versenyen, de nagyon élveztem, igaz, tanultam ma is nagyon sok mindent a Pistitől, és csatlakoznék az előttem szólóhoz, hogy észre kellett mennünk mindenképpen, és összeszedetten semmiképpen nem lehetett elveszíteni a fejünket, mert egyből kicsúsztunk volna. Pisti, hogy látod a lányok, mennyit tanultak a mai napon? Úgy gondolom nagyon sokat. Volt még egy kislány, aki csak a tréningekre jött el, őt csak megnéztük, hogy van-e kedve hozzá, hogy csinálja sportot. Én úgy gondolom, hogy ő is bele fog férni a csapatba, és el szeretném most híresztelni, ami egy fontos dolog, hogy várjuk a lányokat, a hölgyeket mindenféle viszonylatban, tehát akár patronáló, akár szponzor, akár csak csapattag, akár csak szurkoló, mivel a lánycsapatot azért hoztuk létre, hogy a magyar női egyletet, tehát a magyar nőket képviseljék ők, tehát én úgy gondolom, hogy álljanak mögéjük, és valamilyen szinten azért segítsék a munkájukat, legyenek rájuk büszkék, mi mindenképpen maximalisták vagyunk, tehát úgy gondolom, hogy mindent meg akarunk tenni annak érdekében, hogy akkor szerepeljünk csak a médiában és a sajtóban, ha jók vagyunk, tehát én előbb az eredményt szeretnénk hozni, és utána pedig a felhajtáskörénk. Magyarul nem egy Miss válogatott lett, pedig a nevünk az, hanem én úgy gondolom, hogy a tehetség és a tudás jön majd elő, és utána pedig majd ők. Tudom azt, hogy még a csapatnak van egy harmadik tagja is, aki jelenleg beteg. Jobbulást kívánunk neki. Innen is remélem, otthon a melegből könnyebb lesz ezt végig tekinteni ezt a mai napot, mint idekintről. És mindenkinek jó tanulást, jó felkészülést kívánunk. Még egy kérdésem volna, hol látunk titeket legközelebb? Legközelebb itt jövő hónapban ez biztos, de én úgy gondolom, hogy sikerül kijutnunk egy-két olyan helyre most, ahol tudunk még gyakorolni a hóban, akkor ott leszünk. Tehát vannak tervek a jövő héten egy kis tréningre. Nagyon szépen köszönöm, jó pihenést kívánok nektek! Köszönjük szépen, és köszönjük neked, hogy itt vagy, és remélem, hogy sokszor fogunk lehetni.